Egyből két avatás lett, hiszen időközben a csúszás miatt egy másik épület is elkészült. Érzelemmel teli most ezek a percek. Gyakorlatilag mi már lelkileg rákészültünk arra, hogy 2020-ban átadjuk ezt a szalont. Az ismert okok miatt a pandémia közbeszólt, nem tudtuk átadni, és ez olyan csalódottságot éreztünk gyakorlatilag emiatt, hogy nem sikerült. Gyakorlatilag dolgoztunk érte, megépült időre, szerintem szép lett, és mi akkor szerettük volna ezt pontot tenni erre, gyakorlatilag átadni. Ez nem sikerült, ez kimaradt. 2017-ben hozzákezdtünk a Marin üzletághoz, elég sikeresek lettünk benne. Gyakorlatilag itt a térséget lefedjük maximálisan a Marin termékek forgalmazásában. Gyakorlatilag a pár év alatt eladtunk közel 600 darab Marin csónakmotort, és nagyon sikeresek vagyunk benne, és ezáltal a szolgáltatásunk is ugye hiány szenvedett azzal, hogy gyakorlatilag nem volt olyan külön szerelő műhelyünk, ahol a behozott csónakmotorokat tudjuk javítani. És gyakorlatilag a készleten lévő motorjainkat sem tudtuk nagyon hol tárolni, tehát elég hektikusak voltak a szállítások, ezért egyszerre nagyon sok motort meg kellett venni ahhoz, hogy ki tudjuk bírni több hónapon keresztül, és gyakorlatilag ez is most megoldódott. Tehát közben jöttek ezek az igények, és akkor terv nélkül nincs gazdaság, nincs fejlődés, úgyhogy ezt a tervet beiktattuk, és végre is hajtottuk szerencsére időre. Tehát gyakorlatilag két nappal ezelőtt lett átadva műszakilag az átadás annak a csarnoknak. 42 év van azért ebben a munkában. Felesége Judit és a család is részt vett ebben. Ők is itt vannak a vállalkozásban. Ha újra kezdené Sándor Ferenc, akkor sem változtatna semmin. Ez úgy van jól, ahogy volt. Tehát én szerintem semmit. Tehát meg kellett érni ezeket a lépcsőket, meg kellett érni ezeket a szinteket, föl kell érni ezekhez a problémákhoz. Én nem hiszem. Tehát nem hiszek abba, hogy valakinek van anyagi tehetsége, és rögtön bele tud vágni egy vállalkozásba. Itt vannak lépcsőfokok, amit meg kell járni, és akkor tudunk építkezve előre haladni. Voltak gazdasági mélypontok is, meg forrásilag is ezt a beruházást önerőből sikerült megvalósítani. Ezt nem sok vállalkozás mondhatja el magáról.